A kétmeccses Dunántúli túra második találkozóján Sopronban lépett pályára a Kisvárda. Az első félidő a vendégek fölényét hozta, de csak két kapufáig jutottak cseréjék. A második játékrész elején megtört a jég, Olá Gergő fejelt a hazai kapuba. A hajrában a soproniak mindent megtettek az egyenlítésért, és az erőfeszítéseket a 90. percben siker koronázta, így a Kisvárdának be kellett érnie egy ponttal. Benne voltam a mérkőzésben, hogy meg lehet nyerni. Mindent meg is tettünk ennek érdekében. A második fél idő utolsó 10-15 percében azért egy kicsit látszott a csapaton a fáradtság. Jelen megmutatkozott, hisz egy komoly kirándulásnak nevezhető, hisz 4 nap alatt ugye 2 ilyen mérkőzés lejátszani, az nem egyszerű dolog. Összességében a végére azt mondom, hogy igazságos volt a döntetlen, mert ugyanúgy, hogy nekünk meg volt a lehetőség, nekik is meg volt a végén a lehetőség arra, hogy akár nyerhetnek is. Maximumot hoztunk ki belőle, természetesen fájó, hogy az utolsó percekben kapsz egy gólt, és ezáltal elúszott 2 bajnoki pont. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Puskás Akadémia 5-0, Nyíregyháza Spartakusz Kozármisleny 0-4, Vác Balmazújváros 4-2, Cigánd Soroksár 0-1, Szeged Szolnok 2-1, Mosonmagyaróvár Grosics Akadémia 1-1, Siófok Dorog 0-2 és Csákvár Budaörs 2-1. A tabella élén a 12 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 11 pontos Kisvárdát, Csákvárt és Nyíregyházát. A Kisvárda vasárnap a 19. helyezett Békés Csabát fogadja. Nem a helyezésekkel kell, hanem a játékkal kell foglalkozni. Itt bárki, bárhol pályára lép, nyerhető mérkőzés, hisz akik fölvállalják a játékot, ott azon a mérkőzésen előfordulhat bármilyen eredmény. Vannak csapatok, 1-2-3, akik maximálisan csak a védekezésre törekednek, nyilván, hogy az ellen nagyon nehéz játszani. Hát ezt most a Békés Csaba szerintem nem ilyen lesz, hisz ő nekik is most már megvan az első győzelmük, és nem annyira rossz csapat, hogy amit a tabella mutat jelen pillanatban. A Kisvárda Békés Csaba mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Soroksár Csákvár, Budaörs Vác, Cegléd Mosonmagyaróvár, Grosics Akadémia Siófok, Dorog Nyíregyháza Spartakusz, Balmazújváros Zalaegerszeg, Kozármisleny Sopron, Szolnok Cigánd és Puskás Akadémia Szeged.